Köszöntöm nézőinket, önök a híradót látják. Elsőként nézzük mai témáinkat röviden. Látni és látszani a téli időjárás veszélyeire figyelmeztet a Szentendrei Rendőrkapitányság. Haltelepítés idén 7. alkalommal érkezett szállítmány az Omsktóba. Cserbenhagyás, elsodort egy kerékpáros gyereket és elhajtott a helyszínről egy budakalászi férfi. Elkezdődött a téli időszámítás az utakon is. A Szentendrei Rendőrkapitányság az Országos Baleset Megelőzési Bizottság által meghirdetett Látni és Látszani kampányhoz csatlakozva emlékezteti a közlekedőket az időjárás veszélyeire. Szúrópróbaszerűen ellenőrzi a közlekedőket illetékességi területén a Szentendrei Rendőrkapitányság. A 2 hónapon át tartó kampány célja a baleset megelőzés, így elsősorban a téli időszámítással járó veszélyekre hívják fel a figyelmet a rendőrség munkatársai. Az ellenőrzés mellett szórólapokat osztanak, melyekben a Látni és Látszani kampányhoz becsatlakozó szervizek és optikusok elérhetőségei láthatók. Emellett láthatósági mellényeket is ajándékoznak a rendőrök az akció keretében. Fokozott ellenőrzés keretében próbáljuk felhívni a járművezetők figyelmét a fontosságára annak, hogy milyen fontos látni és látszani. Ugye ennek keretében legfontosabbak a járművek világítása, szélvédői, ezek a átláthatósága, hiszen nagyon korán sötétedik, nagyon későn virad, és a korlátozott látási viszonyok között ez most kiemelten fontos dolog. Igazából ezeknél az ellenőrzéseknél leginkább a KRESZ szabályoknak a betartása a legfontosabb, és ugye a szabálysértések, szabályszegések kiszűrése az, ami fontos. Ami nem tartozik ugyan a kampány keretébe, de a passzív biztonsági eszközök használatát, azt mindig fokozottan ellenőrizzük, hiszen ezek azok az eszközök, amik megvédik a járművezetőit, illetve utasait attól, hogy sérülésük keletkezzen, amikor balesetet szenvednek. A kollégáim minden nap végeznek közúti ellenőrzést, és a látni-látszani kampány az egészen majd az ősz végig, illetve a decemberig tart. Ennek keretében ugye megpróbálunk láthatósági mellényeket kiosztani azoknak, akiknek láthatóan szükségük van rá. Amit még szeretnék kiemelni a látni és látszani kampány keretében, hogy a járművek átvizsgálását kiemelt szervizek végzik, illetve a látni pedig azt szolgálja, hogy el lehet menni optikushoz, illetve szemészetre, ahol meg tudják vizsgálni a gépjárművezetők látását, és ezzel is segítik azt, hogy fokozottan és szabályosan tudjanak közlekedni. Idén Európa szerte zord arcát mutatja az ősz. A változékony, hirtelen hidegre forduló időjárás kellemetlen meglepetést okozhat az autósoknak, ezért érdemes időben megtervezni az abroncsok cseréjét. Egy jól megválasztott téli gumi életet menthet. Már ugye elkezdődött a tél, most mi is érezzük, úgyhogy már épp itt az ideje az átállásnak, a téli átállásnak, úgyhogy a téli gumicserének, a szélvédőknek az ellenőrzése, a lámpák ellenőrzése, illetve a fagyáló folyadék, ablakmosó folyadékoknak az ellenőrzésének. A szakértők szerint, illetve az általános tapasztalat szerint, hogyha az átlag hőmérséklet a plusz 7 fok alá süllyed, akkor már a téli gumit érdemes felszereltetni, ami szerintem most már igencsak szükséges minden járművön. Ugye ez még Magyarországon nem kötelező, de azért nagyon-nagyon ajánlott, hiszen a téli gumi teljesen másképp viselkedik ezen az aszfalton, a hideg aszfalton, mint a nyári gumi. Ezen kívül, amit már említettem, a szélvédő, ablakmosó folyadék, az ablaktörlő lapátoknak az ellenőrzése, a világító berendezéseknek az ellenőrzése, és tovább minden olyan folyadék, ami megfagyhat a járműbe, és ugye bármikor útközben olyan műszakhibát kaphatunk, ami miatt nehéz helyzetbe kerülhet a jármű vezetője, illetve utasai. A látást és a láthatóságot elősegítő szolgáltatásokat a Látni és Látszani kampány végéig, december 8-áig vehetik igénybe a személyi és haszongépjárművek, motorkerékpárok és kerékpárok vezetői ingyenesen. A már hagyománnyá vált Láda Fia garázsvásárt novemberben is megtartja a művelődési ház a hónap 3. szombatján. Bár már minden eladói asztal elkelt, vásárlóként is érdemes kilátogatni Budakalász legnépszerűbb bolha piacára karácsony előtt. A faluházban tavaly kezdték el a vásárokat tartani, a legutóbbi baba-mama bőrzét is nagy érdeklődés övezte. A szervezők az asztalfoglalásból befolyó összeget a Márton napi bevételhez hasonlóan Budakalász város Betlehemének felújítására ajánlják fel. A vásár november 18-án szombaton 8 órakor kezdődik és egészen délig tart.
Ide 7. alkalommal telepített halakat a budakalászi Omx-tóba az Óbuda Kalász Horgász Egyesület. A telepítésről és az egyesülettel kapcsolatos aktualitásokról Horváth István elnök beszélt. Újabb pontszállítmány érkezett az Omsk-tóba múlt hét pénteken. A budakalászi tóhoz egyre többen járnak horgászni napi jeggyel, de az egyesülethez is sokan csatlakoznak. 45 mázsa, 14 kilónyi pontyot telepítettünk, úgyhogy a elégedettségüket azt hiszem most nagyjából a horgásztársaknak sikerült is elérni. Igaz, hogy mondjuk a zömét, az viszont a napi egyes forgalom jelenti, ami nem kevés, és hát a tavalyihoz képest is szépen szaporodott. Tehát ismernek, egyre jobban ismernek bennünket, és úgy látszik, hogy elégedettek a napi egyesek is velünk. A úgynevezett lupatavaknál ott mondjuk kétszerese is volt a tagságnak a létszáma nagyjából, csak ugye körülbelül most már 5. éve csak itt horgászhatunk, nagyon szeretünk itt horgászni egyébként, de ott voltunk több mint 35 évig, és hát rengeteg halat, rengeteg különféle minőségű és gyönyörű halakat telepítettünk be, ami ott is maradt, csak tehát egy 4-5 évvel ezelőtt a rekultiváció befejezéséig azt mondták nekünk a vízügy, hogy hát most nem szabadott horgászni, pontosabban utasított minket. Nem arra, hogy nem szabad horgászni, hanem arra, hogy nem szabad bemenni. Tehát az már magával vonta azt is, ugye, hogy nem lehet más tevékenységet csinálni, csak a bányászattal összefüggően. Na most ugye eljött az idő, és hát kora ősszel megjelent az interneten, hogy már lehet ott horgászni. Azt szeretnénk, hogy aki óhajt ott, fizesse ugyanúgy a tagsági díjat, mint itt nálunk, és hasonló feltételek mellett horgászhasson. Szeptember 23-án rendezték meg a már hagyománnyá vált horgászversenyt az Omsk-tónál. A program most is nagy sikert aratott. Be kellett végül is korlátoznunk a létszámot, mert az összes horgászhely foglalt volt, és hát egy-két ember, egy pár ember mondjuk hát nem örült neki nyilván, mert ő nem tudott részt venni benne, és a verseny maga nagyon jól sikerült, aki első helyezett lett, 17-es darab pontot fogott aznap, ami, hogy mondjam, csak rekord különben is. A szóródás az mondjuk nem volt ennyire folyamatos, mert aztán egy jó párra nem fogtak semmit. Na de hát ez így szokott lenni, hiszen a hal az úszik, és ugye nem látja, hogy ki milyen csalit használ. Az említett horgászunk, Tóth Lajos, az pedig végül is azt hiszem, hogy tud is jobban egy kicsit horgászni, mint az átlag, meg nem is árulja el úgy, ahogy a többi horgász sem, hogy milyen csalit használ. És annak következtében ugye történt ez az eredmény, és hát ugye szép tárgynyereményeket kaptak, oklevelet, ugye az első 3, illetve 6 helyezett, meg hát utána azért csak a csúcspont volt az, amikor egy nagyon jó sikerült vegyes pörkölttel vendégül láttuk őket, volt benne sertés, vad sertés és őz is, tehát egy ilyen nagyon jó sikerült, amúgy is jó sikerült vegyes pörkölt volt, és hát ez volt a csúcspont. Az egyesület egy régi hagyományt is szeretne feleleveníteni. A tervek szerint jövő év elején újra megrendezik a több évtizedes hagyományokkal rendelkező horgászbált. A következő horgászverseny pedig jövő ősszel lesz, de addig is várja az újonnan csatlakozókat az Óbuda Kalász Horgász Egyesület. Elsodort egy kerékpárost és elhajtott a helyszínről egy 56 éves budakalászi férfi november 12-én vasárnap este az Arany János utcában. A gépkocsi a Széchenyi utca felé haladt, amikor elsodorta a vele szemben közlekedő 11 éves kisfiút. A kerékpáros elesett, megsérült. A balesetet okozó férfi segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A rendőrség 2 órán belül azonosította és felkutatta.
megkutatta a férfit, aki ellen segítségnyújtás elmulasztása büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult. Híradónk végén lássuk, hogy milyen idő várható pénteken. Délelőtt felhős lesz az ég, délután több felé számíthatunk csapadékra, főként a Dunántúlon lesz szükség esernyőre. Az éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6 fok között lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 5 és 10 fok között alakul. Híradónk végén következzenek fontosabb híreink még egyszer. Elkezdődött a téli időszámítás az utakon is. A Szentendrei Rendőrkapitányság az Országos Baleset Megelőzési Bizottság által meghirdetett Látni és Látszani kampányhoz csatlakozva emlékezteti a közlekedőket az időjárás veszélyeire. Elsodort egy kerékpárost és elhajtott a helyszínről egy 56 éves budakalászi férfi november 12-én vasárnap este az Arany János utcában. A gépkocsi a Széchenyi utca felé haladt, amikor elsodorta a vele szemben közlekedő 11 éves kisfiút. A kerékpáros elesett, az esés következtében megsérült. A balesetet okozó férfi segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A rendőrség 2 órán belül azonosította és felkutatta a férfit, aki ellen segítségnyújtás elmulasztása büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozás indult. Idén 7. alkalommal telepített halakat a budakalászi Omx-tóba az Óbuda Kalász Horgász Egyesület. A telepítésről és az egyesülettel kapcsolatos aktualitásokról Horváth István elnök beszélt. A Budakalász ma adását látták, maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan következik Fogadóóra című műsorunk, melyben Csámpai Attilával, a Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivőjével beszélgettünk. Híradóval legközelebb holnap este 6 órakor várjuk Önöket, addig is visszanézhetik korábbi műsorainkat a www.tvbudakalász.hu oldalon, de követhetik online az élő adásunkat is. És ne felejtsék el, hogy csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!